Tiszteltek, köszöntöm a Pont Televízió nézőit, illetve a Pont Rádió hallgatóit, és tiszteltek, köszöntöm a stúdióban Szilágyi Zoltánt, a Mezőtúri Lovas Klub elnökét. És mindjárt ennél a titulusnál meg is kell, hogy álljunk, hiszen az idén indult el a cégbíróságon az egyesületi forma bejegyzése, és hát én azt szeretném elsősorban megkérdezni elsőként, hogy hogyan áll ez a procedúra. Idén tavasszal kezdtük ezt el, jó néhányan összegyűltünk itt Mezőtúron lovasok, és kitaláltam én ezt, hogy akkor csináljuk ezt meg hivatalossá, és kitaláltam ezt a nevet, hogy ugye, ha már Mezőtúron vagyunk, akkor legyen Mezőtúri Lovas Klub a neve, és ezt így megszavaztattuk, hogy akkor ugye nyilván nekem vannak lovaim, meg én találtam ezt ki az egészet, akkor legyek én az egésznek az elnöke, és a cégbíróságra ezt beküldtük, hivatalossá akarjuk tenni. Hát még folyamatban van az ügy, de bízunk benne, hogy azért ilyen nyár vége felére, augusztus körül már azért szerintem bejegyzett hivatalos lovasklub leszünk. Tehát eddig a Mezőtúri Lovasklub egyfajta baráti körként működött. Miért tartottátok szükségesnek, hogy ilyen hivatalos formát kapjon maga ez a kis baráti kör? Én úgy érzem, hogy mai világban most már tehát mindent azért célszerű hivatalossá tenni, tehát ugyanúgy a lovaknak a származási laptól kezdve, tehát ugye már útlevelük is vannak, tehát minden lónak. Én úgy érzem, hogy azért, ha hivatalosabb egy lovas klub, akkor ugye sokkal hitelesebb is. Másrészt meg szerintem azért mint támogatás szempontjából is azért, hogyha most ugye hétvégén rendezek egy lovas versenyt, ott is például a Decathlon úgy néz ki, hogy fog támogatni minket. Őnek a legelső kérdés az volt, hogy akkor adószámmal rendelkezünk-e. Innentől kezdve ugye ez csak akkor működhet, hogyha hivatalosak vagyunk, és ezért döntöttem úgy, hogy akkor legyünk hivatalos, mint sportklub. És később esetleg pályázati lehetőségek is megnyílhatnak ugye a klub számára. Zoli, a múlt évben készült veled egy néhány perces riport a Kisvirágtábor kapcsán, és ott elmondtál néhány nagyon fontos tudnivalót magadról, illetve a tanyádról. Most foglaljuk össze ezt, tehát ugye te nem mezőtúri vagy, te később kerültél mezőtúrra. Mikor történt ez? Hogyan kezdtél bele egyáltalán a lovasportba, ha fogalmazhatunk így, illetve ott a tanyádon milyen lehetőségek állnak az odalátogatók rendelkezésére? Én borsodi származású vagyok, és onnan kerültem ide Mezőtúrra. Sokan azt mondják, hogy a katonaság, mondja mindenki általában, aki itt volt katona, nagy részben az itt ragad, de tehát én nem a katonaság, én maga a lovazás véget kerültem ide Mezőtúrra, és tehát gyerekkorom óta foglalkozok lovakkal, azt lehet mondani, hogy 8-9 éves korom óta, nagyon sokat versenyeztem, hivatásszerűen csináltam ezt a lóversenyzést, tehát maga a díjugratással foglalkoztam, akkor nagyon sok lovat, tehát belovaglással foglalkoztunk, tehát csikókat belovagoltunk, aztán ugye üzletszerűen eladtuk őket, és ahogy lekerültem ide Mezőtúrra, akkor döntöttem azt, hogy akkor itt is kellene csinálni, tehát tovább folytatni ezt. Nyilván amihez ért az ember, azt próbálja csinálni. Nagyon nehéz, mert tehát ugye ez a lovazás egy kicsit olyan háttérbe szorul itt Magyarországon, és nem is olcsó sport, aztán ugye kevés ember teheti meg azt, hogy most saját lova van, gyerekének ugye versenyezteti, de aki nem tudja ezt megtenni, én tehát akkor gondoltam ezt ki, hogy akkor legyen egy lovas klub, csináltunk egy lovas klubot. Előtte ugye nyilván nézni kellett egy tanyát, ami ugye Mezőtúr környékén van, közel, megközelíthető legyen ez. Itt a város szívében nem nagyon akartam, mert az olyan nekem olyan városi is. Tehát inkább egy kicsit arra akartam összpontosítani, hogy egy kicsit tanyasi legyen, egy hagyományőrzős,
lovas világba csöppenjen bele a gyerek, hogyha kijön hozzánk a tanyára, és ugye egy pár lóval kezdtem. Legeslegesen egy darab lovam volt, amivel kezdtem ezt az egészet. Azzal sportszerűen lovagoltam, tehát hogy versenyekre jártam vele. Utána azt sikerült eladnom, és így fejlesztettem ki ezt az egészet, hogy mai nap mondjuk 14 lovam van kint a lovastanyán. Ebben mindenféle fajta megtalálható, és kimondottan olyan lovakat kerestem, ami tényleg az ilyen nagyon nyugodt gyerekeknek való ló legyen, amivel tényleg nyugodt szívvel a szülő is azt mondja, hogy igen, rá lehet tenni a lóra, én megint nyugodtabb vagyok, mert hogy itt egy állattal foglalkozunk, külön gondolkodása van a lónak, és ide nagyon meg kell válogatni, hogy milyen lovat teszünk be a lovasiskolába. Várod az érdeklődőket a tanyádra egyébként, úgy, mint ahogy a tavaly, ugye erről volt szó abban a bizonyos riportban, hogy látogatok, vagy gyermekeket szívesen látsz, vagy akár, vagy így fogalmaztál, hogy akár 90-100 éves korig is, akit érdekel maga a sport, vagy az állat, az megkeresett téged. Ez így van most is? Persze, nyilván így van, tehát aki szereti a lovakat, meg az állatokat, azokat nagyon szívesen várom kint a lovastanyán. Nyilván nincs nyitva tartási idő, tehát nem úgy működünk, mint egy üzlet, hanem ez ugye hobbi szinten van, emellett én dolgozok, emellett ugye a lovaknak meg kell termelni, főleg nyáron ugye a takarmányt, úgyhogy elég sok munkával jár ez, de azért nagy részben kint vagyunk a lovastanyán, amennyit csak kint tudunk lenni. A lovaglások azok úgy működnek, hogy előre egyeztetett időpontot, tehát szoktak kérni a vendégek, és ha pedig van olyan dolog, vannak olyan szituációk, mikor lovagoltatunk, akkor mert ugye én nekem a lovastanyám a 46-os mellett, főút mellett van, Törökszent Miklós fele, hogy megyünk mezőtúról 2 kilométerre, valaki biciklivel ki szokott jönni, tehát vannak olyan tanítványaim is, valaki autóval jön ki, és van olyan, aki csak átutazóba mezőtúron, átutazóba megy például Pestre, akkor látja, hogy mekkora élet van kint a lovastanyán, és megáll. Vagy például Pestről megy Békés Csabára, akkor jönnek, megállnak, beugranak, egy-egy répa vagy almát adnak a lovaknak, körbenéznek, és megsimogatják őket, és hazamennek. Tehát így elvileg mindenkit sok szeretettel várok így a lovastanyán. Említetted, hogy versenyeztél. Milyen eredményeket értél el? Hát a legjobb eredményem ez az első lovam volt, amit említettem az előbb a riportban, amiből alakult ki ez az egész nekem, amit eladtam. Hát őt én lovagoltam be, és vele egy országos harmadik helyezett lettem. Budapesten volt egy 6 éves kategória, mármint a lovaknak, tehát ők kategorizálva voltak, és az ország összes 6 éves lova minősült erre. Pontos számot nem tudok mondani, de ilyen 130 ló kvalifikálódott erre a versenyre, és itt lettem én harmadik ezzel a lóval. Ez egy nagyon komoly eredmény, én azt hiszem, mindenképpen, és talán nemzeti vágtán is részt vettél egyszer. Igen, készültünk a nemzeti vágtára is. Abba úgy cseppentem bele, hogy Orosházáról megkerestek, és ugye a súlyom az elvileg jó lenne itt a nemzeti vágtára, tehát nem vagyok egy kövér típus alkat, és ott az orosházi lóval, ott a középdöntőig eljutottam vele, tehát hajszálhéjánbe jutottam a döntőbe, ott ugye 72 ló közül már csak 6 ló jut be a döntőbe, de egy szerencsétlen fordulat, vagy egy fordulóban nem sikerült így tovább jutnom, és így cseppentem be a nemzeti vágtába, nagyon tetszett, utána eldöntöttem, hogy akkor én szeretnék még továbbra is a nemzeti vágtán indulni, akkor már saját lovakkal indultam, kisebb-nagyobb sikerekkel. Egy a probléma itt, hogy itt mezőtúron ugye ez a kemény, szikes föld, ez nem olyan jó a lovak lábának, és nagyon nehéz erre nekünk gyakorolni, míg a többi ló az ugye olyan körülmények közt készülnek fel, ahol homokos a talaj, sokkal jobb körülmények közt vannak, tehát nyilván azok elsőbbségre élveznek, tehát a versenyen nyilván ők jobban tudnak nyerni.
úgyhogy tavaly előtt is volt egy lovam, akkor már nem én indultam rajta, hanem én felvittem Pestre, ott készítették nekem ezt a lovat, ő pedig 19. lett a 72 lóból, szerintem az is szép eredmény így. És eleve a nemzeti válta atmoszférája még külön izgalmas lehetett számotokra. Ez egy külön feelinges, igen. Említetted, és utána rátérünk az aktualitásokra, hiszen vannak aktualitások, de említetted, hogy Magyarországon a lovazás, a lovasport hanyatlóban van. Nem sokan foglalkoznak vele. Ez magyar emberként azért meglepett egy picit az elébb, hiszen lovas nemzet vagyunk, ha szoktuk a közhelyet, ugye? Annak valljuk magunkat. Tehát mi ennek az oka? Foglaljuk már össze. Te, mint lovas ember, hogyan látod ezt? Hát ebben nagyon bele lehetne merülni, ugye kevés az időnk erre, de megpróbálnám. Szerintem, tehát tehát az elejétől kezdem, tehát itt a gyerekeknél van elrontva szerintem az egész. Nagyon kevés az a lovas klub, ahol esetleg hozzáértő és papírra rendelkező lovastársaim csinálják tehát maga a lovasiskolát, tehát kevés az ilyen. És nyilván, ha a gyerekkel megszerettetjük ezt a lovas életet, akkor utána ő már tovább is fogja vinni. Ő tovább viszi nagyobb korába is, akkor marad a lovazás, tovább viszi az óvodába, tovább viszi az iskolába. Nagyon kevés a reklámja ennek a maga a lovasiskoláknak is, szerintem. Az állam ezt támogatja, de nagyon sok és nagyon kemény feltételei vannak ezeknek. Megoldható, meg kivitelezhető nyilván, de tényleg, tehát rengeteg ráfordítás kell ehhez, meg a másik, ami nagyon, nagyon, nagyon nehéz, tehát jó lovat szerezni gyerek alá. Uh-huh. Tehát ha egyszer leesik a gyerek, mert leeshet a gyerek. Nyilván, ha ráül, ha valaki lóra ül, az le is eshet. És ez egy külön gondolkodású ló, tehát ő neki egy érző lény. Ha most nem olyan lovat szerzünk a lovasiskolába, ami nem oda való, akkor ugye gyereket felültetjük, akkor ugye leeshet. Elmehet a kedve a gyereknek a lovazástól, többet nem fog jönni, akkor azt fogja mondani óvodába, iskolába, hogy én leestem, nem jó lovazás, és akkor itt ugye megdőlt az egész. Tehát én ezért próbálom rátenni a hangsúlyt erre, hogy nagyon jó, nagyon képzett lovak legyenek, és maga a ló az olyan, hogy ha a gyerek felül rá, a ló megérzi, hogy most egy kezdő rajta. Nekem ezért van szerencsém így a lovasiskolába, ha nem is nagyon jó lovat szerzek, de én átlovagolom. Tehát a gyerek alá tudom lovagolni. Ha a gyerek látom már, hogy elrontja, tehát elkanászosodik a ló alatta, nem azt akarja csinálni, amit én mondok, akkor megint jön az, hogy én felülök. Én megint helyre teszem a lovat, tehát megmutatom neki, hogy mit is kellene csinálni. A ló egy ideig ezt megint eltárolja magába, és így megint egy ideig jól fog működni a gyerek alatt. Én azt mondom, hogy ez így működik kereken ez az egész, és ezek mellett, ha még ugye ezt így csinálom, akkor minél jobban úgy lehetne a gyerekekkel ezt megszerettetni, nem csak kihívni hozzám, hanem vannak ezek a programok, amik ugye iskolákban be lehet vinni ezt a lovazást, mint testnevelés óra helyett. Ez nagyon nehezen működik, de erre is nyitott vagyok. Tehát megoldható minden. Jó, kicsit messze van a tanyám nekem, tehát az iskolák. Nehezen tudják ezt megoldani, de szerintem megoldható. És úgy próbálnám a gyerekekkel ezt megszerettetni, hogy idén csinálok egy lovastábort két turnusban, és hát, ha a gyerek ezt jobban meg fogja szeretni. Ez úgy fog működni majd, hogy kint nálam is, tanyán is, meg benne a főiskolának a sportpályán is fog ez működni, tehát ilyen itt is, meg ott is vagyunk, egy kicsit tanyasi élet is, meg itt is. És hogyha több lovastábort csinálok, akkor bízok benne, hogy a gyerek ezt meg fogja szeretni, és utána évek után, tehát évek múlva ez azért itt Mezőtoron is maga a lovas élet szerintem sokkal felkapottabb lesz. Most ugye említetted a lovastábort, és akkor kezdjük ezzel, mint aktualitással, hiszen két fontos aktualitásról fogunk beszélni. Az egyik az időrendben megelőzi a lovastábort, de akkor arról beszélünk később.
a lovastáborral akkor picit bővebben, ugye 5 napos napközis lovastáborról beszélünk, és az időpont az 2017. június 26 és 30-a között, valamint 2017. július 3 vagy 3-a és 7-e között lesz. Tehát akkor fejtsük ki, mit kell tudni erről a, vagy ezekről a táborokról. Ezek napközis táborok, tehát nem egy talgós tábor. Nagyon fontos, úgy gondolom ez is. Igen, igen, fontos. Bár jelezték ezt is, mert úgy indult nekem, hogy nagyon sok szülő jelezte, akik járnak hozzám lovagolni, hogy miért nem csinálok lovas tábort. Én úgy érezzem, hogy most érettem arra rá, hogy igenis akkor csináljunk egy lovas tábort. Elég nagy felelősséggel jár ez, tehát ezért döntöttem úgy, hogy 15 főnél több, tehát 15 gyereknél többet nem szeretnék, vagy nem akarok. Vannak mellettem még segítőim, feleségemtől kezdve, tehát pedagógusok is, akik segítenek ebben. Én azt mondom, hogy 3-4 szülő vagy felnőttre, én úgy gondolom, hogy 15 gyerek az bőven elég. Tehát nem akarok 20 gyereket, mikor ugye mindenki szanad szétszalad, akkor nem tudjuk, hogy merre szaladjunk mi is. És ez a 15 gyereket én úgy tudom, hogy kordában lehet tartani. Tehát mint a lovaglással is, akkor ugye fel fogom sorolni, hogy milyen programok lesznek, és ezek mind felelősséggel járnak. Tehát ott tartottam, hogy nem ott alvos, hanem napközis táborok, tehát reggel 8-tól délután 4-ig tartanak ezek a táborok, hétfőtől péntekig. Ebben benne van egy főétkeztetés, amit a főiskolán, a konyhán főznek a szakácsok nekünk, ott fogunk ebédelni. A 10 órait meg az uzsonnát azt mindenki maga hozza magával, meg ivólevet vagy folyadékot, tehát vizet. És az 5 napból 4 nap lovaglás lesz délelőtt. Tehát ilyen 8:30-tól 11:30-ig fognak a gyerekek lovagolni. Mindenkire sor kerül majd. Ezek mellett megtanítjuk a gyerekeket arra, hogy most, tehát maga a ló az egy felelősség, teljesen kell ugye itten a lovakat ellátni, etetni, pucolni, meglátják, hogy hol vannak a lovak, tehát milyen körülmények közt vannak. Tehát a lovaglás mellett a ló gondozását is el kell sajátítsák a gyerekek. Pontosan, igen, igen. Én úgy vagyok ezzel, hogy a gyerek ne azt tanulja meg, hogy csak kimegy a tanyára, felül a lóra és hazamegy. Mert utána majd, ne adj Isten, vagy adja Isten, hogy legyen lova majd annak a gyereknek, akkor ő tudja azt, hogy mivel jár az a ló. Tehát, hogy ez is felelősség teljes, felelősségtudatosan. Tehát ha valaki lovat akar venni, akkor nem csak arról szól, hogy lovagol, hanem ugye akkor ezt ugye gondozni, pucolni, etetni is kell. A délutáni programok azok pedig úgy működnek, hogy minden napra be van osztva egy előadó, akikkel már lebeszéltük ezeket és vállalták. Én próbáltam ezt a vonalat úgy a hagyományőrzés és maga ez a régies stílusú. Tehát ha magyarok vagyunk, akkor igen, igen, tehát mit is csináltak régen a magyarok, és ezt próbálnám én ezt tovább vinni. A hétfői nap, az pont teljesen bele is csöppenünk a délutáni programba, ebéd után, 2 előadó jön hozzánk, akik íjászkodnak. Tehát ők megmutatják, hogy régen a magyarok mivel védték az országot, tehát ugye íjakkal, teljesen beöltözve őshonos magyar ruhákba, megtanítják a gyereket, hogy most akkor hogy is lőttek a magyarok, mi az az íj, mi az az íjvesző. Ez lesz egy ilyen 3-4 órában délután 4-ig, ez a hétfői nap programja. A keddi nap az egy kicsit úgy eltér a lovazástól, az inkább olyan strandolásra tettük a lényeget, hogy akkor strandoljanak a gyerekek is itt mezőtúron, tehát a mezőtúri strandon. A délutáni program az pedig a Derecskei Magdival beszéltük le, a Bodár Balázs emlékházba vinnénk el a gyerekeket, hogy meg is lássák azt, hogy most ott mi van, tehát hogy mégis, hogy mi ez az emlékház, tehát hogy mi a lényege annak az egésznek, és ott a Magdival, tehát ugye egy kerámikus, ott a gyerekekkel agyagoznánk egy kicsit, megtudják, hogy mi az az agyagozás, miről szól az egész, és én szeretném azt, hogy minden gyerek agyagozna egyet, magának csinálna valamit, és azt utána haza tudná vinni.
Tehát ez lenne a keddi nap. Jó mezőtúrivá váltál, hiszen nem csak a lovastábor szervezed meg, hanem emellett mezőtúr nevezetességeivel is kapcsolatba hozod a programokat, illetve a fazekasságról is kapnak némi felvilágosítást a gyermekek. Egyébként, mielőtt tovább haladnánk a programokban, van-e korhatár itt, hiszen gyermekekről beszélünk? Tehát húztok-e meg egy felső határt? Kik jöhetnek? Felső határt nem húzok soha, tehát inkább alsó határt húznék meg, az pedig ilyen 6 éves kortól. Én úgy érzem, hogy 6 éves kortól már azért a gyerek el tud lenni egy közösségben, és én nekem is a fiam 6 éves, tehát hogy egy jelentkező már van a lovastáborba, úgyhogy ő pedig segíti az ő hozzá hasonló korosztályú gyerekeket. Tehát, vagyis nekem segít, hogy megértessük egymással, ugye, hogy mit is szeretnének. Tehát ezért mondom, a 6 éves kortól ezért húztam meg ezt a határt. Felső határ nincs, de én úgy érzem, hogy szerintem ez a 14-15 éves gyerekek, tehát ott lesz a felső határ szerintem. De ha egy felnőtt is akar jönni, szívesen várom. Úgyhogy ő is lovagolna, hát, ő is ugyanúgy tudna, tehát magának egy agyagozástól kezdve íjászkodás is, mert ugye vannak felnőtt íjászok is, akik ugye, tehát maga a lovazás mellett ezt csinálják, tehát így felső korhatár nincsen. Jó, és akkor haladjunk tovább a programok területén. Jó, tehát a szerdai napra ott megint szintén délelőtt lovakkal kapcsolatos programok lesznek, tehát maga a lovas, tehát a ló etetéstől kezdve minden. És a délutáni program, ott pedig van egy ismerősöm, akik benne vannak egy olyan egyesületbe, hogy kutyákkal az életért mentő alapítvány, végülis ők egy alapítvány, és nekik vannak kutyáik. Tehát a kutyákkal jönnének ki hozzánk, és ők egy kutya bemutató jelleggel tudnának a gyerekeknek ezt megmutatni. Nekik is jó, gondolom ez egy gyakorlás keretein belül tudnánk ezt összehozni. Ott a tanyán el lehet bújni, egy gyerek elbúj, és kíváncsiak vagyunk arra, meg a gyerekek is gondolom, hogy tényleg, ha eltűnik egy gyerek, akkor a kutya hogy találja meg. Aha. Tehát, hogy mik azok a fortélyok a kutyának, tehát mi alapján, szag alapján, esetleg vagy hang alapján találja meg, és ők jönnek nekünk így bemutatózni, meg ezek mellett még ilyen ügyességi játékokat találtunk ki a gyerekeknek. Ez legyen meglepetés majd a gyerekek részére. Ezek az ügyességi játékok, nyilván ilyen tömegsportokat is szeretnénk, tehát focitól kezdve, ami ugye főleg a fiúknak, a lányoknak meg pedig ő nyilván, tehát ilyen ügyességi játékok lesznek, és így az egész nap ez megint le van fedve. Utána a csütörtöki nap az szintén lovazással történik, és a délutáni program az pedig megint egy kézműveskedés lenne, de ez a kézműveskedésnek ez egy másik fajtája vagy fortéja, ez pedig Madarászné Edinával lenne, ő lenne az előadó. Ő pedig ugye a fafaragástól kezdve a szövés, a fonás, ezeket tanítaná meg a gyerekekkel. Nyilván szeretném azt is, hogy itt, ha a gyerek magának farag, vagy sző, vagy fon, azt utána hazaviheti, mint emlékként meg tudja mutatni. Itt jobban a fonásra szeretnék kitérni, mert ez egy olyan különleges fonással szeretném én, hogy tehát lószőrből, lófarokból szeretném, hogy a gyerekek fonnának maguknak akár egy nyakláncot, akár egy karkötőt, és ugye ezt haza tudnák vinni maguknak. Örök emlékül, igen. A táborral igen, kapcsolatosan. Igen. Tehát nem egy műanyag valami, hanem ez egy élő állatnak a farka vagy a szőréből ugye tudnánk így fonni nekik. Vagy ők maguknak, és akkor ugye ezt haza tudnák vinni. És ugye jön a pénteki nap, az ugye maradunk a lovazásnál, tehát itt megint lovagolunk délelőtt. A délutáni program, ez nekem nagyon tetszik,
Azért is választottam, meg azért is lettem ezt a pénteki napra. Van kisújszálláson egy ismerősöm, aki Hortobágyon dolgozott, mint csikósként. És ő jön el a gyerekeknek megmutatni, hogy mi a maga a csikós élet, vagy mi volt régen a csikós élet, mi volt a feladata a csikósnak, mit is csinált a csikós, milyen ruhában vannak a csikósok, ő is beöltözik csikós ruhába, és megmutatja még, hogy a csikós mivel foglalkozott, mi volt az ő szerszáma. Nyilván a karikás ostor, és az ostor, tehát maga a fonás, tehát egy karikás ostor fonással fogjuk ezt a napot, ezt a hetet befejezni. Nyilván ez nem vihetik haza a gyerekek magukkal, mert ugye ez azért egy drága mulatság, tehát mindenki, hogy most magának egy ostort fonjon, tehát rengeteg bőrből van ez csinálva, de mégis a gyerekek megtanulják, hogy most mi az a karikás. Megtanítjuk őket esetleg karikáshozni, hogyha valaki tud, akkor ugye annak örülünk, mert akkor azt látjuk is, hogy legalább egy hagyomány őrzéshez közelebb álló gyerekkel kapcsolatban vagyunk, és akkor így, de aki nem látott még karikás semmi gond, mert akkor itt nálunk ezt megtanulja, meg látni is fogja, hogy működik. Úgyhogy ezzel zárnánk így a hetet. Ez nagyon időjárás függő, hogyha esne az eső, akkor is meg tudjuk oldani, mert egyrészt a tanyán nálam lenne kint, másrészt pedig a főiskolának a sportpályáján van ezt csinálva. Ha esik az eső, akkor be tudunk menni a sportcsarnokba, tehát ott is tudjuk ezeket csinálni, vagy pedig ha az időjárást figyeljük, és hogyha az egyik nap esik, a másik nap meg úgy mutatja az időjárás jelentés, hogy nem fog esni, akkor pedig így a programokat meg tudjuk cserélni, tehát tudunk rajta változtatni. Tehát 2017. június 26-a és 30-a között először rendezitek meg a tábort, és 2017. július 3-a és 7-e között pedig másodjára. Ezt igen. Fontos kihangsúlyozni talán még egyszer. Igen. És akkor van egy másik esemény, amely időben közelebb van ehhez képest, ez pedig a második amatőr gyermek ügyességi verseny, ugye? 2017. június 11-én, vasárnap 9 órától. Mit kell tudni erről a versenyről? Hát, hogy másodjára rendezzük meg ezt a lovas versenyt itt mi Mezőtúron, benne vagyunk mi egy ilyen lovas körben, tehát ebben az amatőr ügyességi lovas versenyben benne vagyunk. 6 versenyszervező, rendező van itt ezekbe benne, most ebbe benne ebbe a körbe. Különböző városok lovas klubjai vagyunk így benne. És annyi lovas gyerek gyűlt össze nálam, hogy én úgy döntöttem, hogy akkor belevágok ebbe, tavaly évből belevágok ebbe a lovas versenyszervezésbe. Próbálnám így Mezőtúrt is egy kicsit a programokkal színesíteni. Rengeteg tervem van egyébként. Ez jó hallani. Erről, tehát kezdetnek, ugye nyilván ez adott volt nekem, gyerekek vannak, lovak vannak, akkor szervezünk egy lovas versenyt. Tavaly évben a Laktanyával szemben lévő sportpályán csináltuk, de most idén felajánlották nekem a város, hogy miért nem csinálom meg itt a sportpályán, a volt főiskolának a területén. Én ennek nagyon örültem, megnéztük a területet, és úgy döntöttem, hogy akkor meg is tudom itt csinálni, tehát bízunk benne, hogy meg is fogjuk tudni csinálni. Nagyon örülök annak, hogy én már néztem az időjárás jelentést, hogy jó időt mond, tehát kicsit még kánikula is lesz. Tavaly év kicsit az volt a rosszabb, hogy elmosta az eső. Nem volt vész, meg tudtuk rendezni, szervezni, de volt egy időszak, mikor le kellett állítani a versenyt, utána tudtuk folytatni tovább. Hát igen, talán bízhatunk, hiszen mivel már közel van ez a dátum, június 11, bízhatunk abban, hogy az előrejelzések talán nem tévednek akkor igen, át, és van a jó időt mond akkorra. Igen, úgyhogy jó idő lesz. Erre is várunk nagyon sok gyerekeket, mert én úgy próbálom ide csalogatni a közönséget, a nézőket, ha nem is tudnak versenyezni, de legalább nézni tudják ezt a lovas versenyt, hogy a kicsi gyerekek
egy 4-500 kilós lóval, egy 6 éves gyerek mit művel. Tehát hogy bírja irányítani, bóják közt lesz a maga a feladat, a kerülgetés, a bóján lesz egy teniszlabda, ha azt leüti a gyerek, az a hiba pont, tehát azt mondjuk hiba pontnak. És én úgy próbálom ide csalogatni, hogy lesz egy ingyen lovagoltatás. Én úgy szeretném, hogy ilyen déltől 2 óráig legalábbis, aki kilátogat oda hozzánk, akkor 2 lóval szeretném ezt csinálni, és akkor legalább a gyerek, ha egy 2 percre is, de legalább fel tud ülni, és a lóval kontaktusba tud lenni, közelségben van a lóval, és megismeri maga ezt a, tehát a lovaglást, lovazást. És a belépés díjtalan, igen. Ezt hangsúlyozzuk ki, igen. Nagyon fontos szempont. És hát ugye még a versenyszámokról azért felsorolás jelleggel, hogy milyen versenyszámok várhatóak, ugye díjlovaglást látok itt. Igen, díjlovaglással kezdjük, ez 9 órakor fog történni, akkor kezdődik, 10 óráig tart, utána 10 órától lesz egy kezdő kategória. Hát abba tavaly volt 60 induló, tehát 60 gyerek indult, az a felkapott a versenyszám, ugye, mert a kisgyerekek azok többen vannak, és én szeretném azt kihangsúlyozni, hogy még van a mini kategória is, mert vannak olyanok, hogy aki 5 éves gyerek is már lóra merülni, ez kevesebb versenyinduló van ebbe, de én ezt is külön fogom szalagozni, díjazni a mini kategóriát. Minden kategóriában egyébként az első 3 kupát kap, az első 6 szalagot, és mindenki fog kapni emléklapot. Ezeket még folyamatban van, tehát, hogy csináltatjuk, és utána a kezdő kategória után fog jönni a haladó kategória. Az egy nehezebb picit az a versenyszám. A lényege ugyanaz ennek is, a bójákat kell kerülgetni, de itt már 2 darab ugrás van, amit a lóval ugye le kell küzdeni. Ez egy pici X ugrás, meg egy pici meredek ugrás, amit ugye meg kell ugrani a lóval. Ez ha leveri a lovas, akkor ugye ez minősül hibapontnak, ha pedig a bóják közt szintén labdát ejt, akkor ugye az is minősül hibapontnak. Utána pedig jön egy nehéz kategóriának nevezzük, ott már nyilván nagyobbak, 17-16 éves gyerekek versenyeznek, ott már kimondottan csak 10 darab ugrás van, tehát 10 erő, 11 erőkifejtés a lovaknak. Ha leüti a lovas az akadályt, az ugrást, akkor az minősül hibapontnak. A legutolsó versenyszámunk az pedig egy nyitott kategória, ez 10 centivel magasabb, mint a nehéz kategória, az előző kategória, és itt is 10 ugrás és 11 erőkifejtés lesz. És itt pedig már a magasság az ugrásoknak, az pedig 1 méteren fog működni. Köszönjük szépen a tájékoztatást, és tulajdonképpen egy dolog maradt hátra, hogy Isten igazából, bár nagyon sok mindent kérdeztem volna még, de sajnos a műsoridőnk az végére ért. Hol lehet jelentkezni? Tehát gondolom Facebookos lehetőség. Igen, Facebookon fenn van. És nálad? A Mezőtúri Lovas Klub oldal az működik, az már tavaly óta működik. Ott lehet érdeklődni, ott az elérhetőségem is rajta van, a telefonszámom is, úgyhogy ott bárkit nagyon szívesen tudok, tehát minden kérdésre tudok válaszolni. Szilágyi Zoltánnak megköszönöm, hogy eljött és mindenről beszélt nekünk. Tehát ismétlen nagyon sok mindent lehetett volna még ezzel kapcsolatosan megbeszélnünk, de hát folytatni fogjuk, én azt hiszem, ezt a kis beszélgetésünket. A televízió nézőknek, illetve a rádió hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, és további kellemes napot kívánok. Viszontlátásra, viszonthallásra.